Minden eddigi legjobb eredményét érte el az idei szezonban a sepsiszentgyörgyi női kosárlabda csapat. A román kupa győzelem után a sepsisziknek a román bajnokságban is sikerült megszerezni az aranyérmet. A lányokat és irányítóikat a megyei önkormányzat ülésén díjazták ma. Meggyőzés végiguralt játékkal 86-53 arányú győzelmet aratott keddeste a sepsiszik Gyulafehérváron a női kosárlabda nemzeti liga döntőjének harmadik mérkőzésén, így történetében először ünnepelhet bajnoki címet. A kupa és bajnok győztes csapatot szerdán a megyei önkormányzat testületi ülésén köszöntötték. Hajrá sepsiszik! Hajrá! Együtt mindent túl tudtunk lépni, közösen mindig megtaláltuk annak a jogi útját, hogy ne ütközzünk akadályokban, és jól sikerüljön ez a szezon. Én úgy gondolom, hogy elsősorban a lányok tapasztaltsága, illetve az, hogy a kemény magot sikerült a tavalyról megtartani, ez mindenképp egy advanced volt a mi kezünkbe, illetve sikerült olyan játékosokat szerződtetni az idén, akik tényleg az bajnoki aranyra gyúrtak. Zorán Mikes a következő idényre is elvállalta a csapat irányítását, jelentették be a klub vezetői. Csütörtökön este egyébként a játékosok együtt ünnepelnek a szurkolókkal, fellép az ismerős arcok együttes. Két gólos hátrányból állt fel a csíkszeredai sportklub jégkorong csapata a bajnoki döntő 5. mérkőzésén. A kékfehérek az utolsó 10 percben 3 gólt is lőttek Galacnak, és 5-4-re nyertek. A 4 nyert mérkőzésig tartó párharcban a Dunorjá összesítésben 3-2 arányban vezet, folytatás pénteken Galacon. Jót tett a 10 napos szünet a marosvásárhelyi ASEAN labdarúgó csapatának. A piroskékek holnap Dzsika Hádzsi csapatával játszanak, és nyerni szeretnének. Rendezte sorait a marosvásárhelyi ASEAN foci csapata, amely sérülésekkel és eltiltásokkal is küzdött az elmúlt időszakban. A felsőházi rájátszás 6. helyén álló együttes a tabellán előtte álló Vítorul csapatát fogadja. Én azt mondom, hogy jól felkészültünk, de a szavaim a holnapi játékban is meg kell mutatkozzanak. Hiszem és remélem, hogy azok, akik pályára lépnek holnap, harcolni fognak, és megtesznek mindent a győzelemért, mert most nagy szükség van rá. Hozzátette, a győzelem a legfontosabb, de szeretne kipróbálni néhány fiatalabb játékost is. Az ASEAN Vítorul mérkőzés holnap este 8:30-kor kezdődik.